Ez a járókelő épp vizet kap a Szekszárdi Garai téren felállított vízautomatából. A polgármesteri hivatal által kihelyezett gépekből a kánikula ideje alatt bárki kérheti a hűsítő folyadékot. Korábban a hivatal munkatársai osztották a vizet, most már diákmunkások vették át ezt a feladatot. A hőség idején ugyanis fokozottabban kell ügyelni a napi folyadékbevitelre. Úgy vesszük észre, hogy azért elég jól fogy, tehát a hőségben tényleg szükségük van az embereknek a folyadékpótlásra, mint ahogy ez egyébként normális is, és nyilván kérni is kell mindenkit, hogy ilyenkor azért gondoskodjon, akár saját maga is, hogyha hosszabb távra elmegy, akkor vigye magával vizet, és lehetőleg vizet, ne pedig cukros üdítőt, alkoholt pedig különösen nem fogyasztunk ugye ilyenkor. A városban három helyszínen párakapuk is segítik a járókelők felfrissülését. A Garai téren, a Babits Mihály Kulturális Központnál, illetve a rendelőintézet mellett párakapuk is működnek. Ezek is a lakosság, illetve a járókelőknek a hűsítését szolgálják, illetve a városban több helyszínen parkok, játszóterek környékén ivókutak is találhatók. Ezek is mindegyike működik, úgyhogy ezekből is vizet tud nyerni a lakosság. Csütörtökön az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan szombat éjfélig hosszabbította meg a korábban elrendelt harmadfokú hőségriasztást.